Sziasztok! Szilas Gábor vagyok, régész. Itt dolgozom a Budapesti Történeti Múzeumban 2000 óta. Jelenleg Aquincumban az ős- és népvándorláskori főosztályt vezetem. Gyertek, nézzétek meg egy napomat! Igen, jó statisztika. Látható, átjövök, hogy nem tudom érkezni. A középső bronzkori településen nagyon jól látható a telepen belül, milyen a rénytipológia struktúrája, és a deklókon belül. Mennyire másak a kis fogyasztó edények, egyedi fogyasztási szánt edények, nagyobb számra figyelhető meg, tehát komfort, mint a érkezési szetteknél. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok! Szia, Orsi! Figyú, tudod, beszéltük azt a makó tálat. Elkészült annak a rekonstrukciós rajza? Aha. Nagyon jó. Tök jó, figyelj. Ebből a kicsiből nagyon jól néz ki. Akkor figyelj, kéne egy nagy felbontású, meg egy előadásba egy kis felbontású verziót csinálni. Jó, és akkor jó, átrakod a hálózaton? Persze. Szupi. Nagyon jó lett. Volt valami, egy ilyen illatosító, nem tudom, nem. Ez érdekes, most mindennek lába kér. Lakomának a maradványai, ezek az edények. 112 épedényt tudtunk rekonstruálni. Ez az egyik kedvencem. Egy gyönyörű, szép, ilyen ívelt bordákkal díszített tároló és keverő edény. Valószínűleg valami alkoholtartalmú italt keverhettek benne. Bütykökkel, bordákkal, fülekkel ellátott, fényezett, igazi minőségi áru. Tehát ezt már csak kézbe venni is élmény, meg nem kis súly, de erről írni, ezt kutatni egy nagyon nagy élmény. Ugye ezekből az edényekből anyagmintákat veszünk, hogy mit tárolhattak bennük, milyen fazekas fogásokkal készítették, milyen fazekas tradíciókat használtak ennek a edénynek a készítésekor, és nyilván formai, tipológiai alapon is megpróbáljuk őket időrendileg is behatárolni, és nagyon fontos a funkciójuk. Tehát ez, mondom, egy valószínűleg tároló és keverő edény volt egy hatalmas lakomán. Lefotóztad már azt az Örömi úti anyagot, tudom, itt beszéltük? Keresek egy edényt. Azért, ha lehet, holnap más pulcsiba gyere, jó? Köszi. Szia! Szavaratlak egy picit? Szia! Szevasz! Figyú, a pünkösfürdői ásítással kapcsolatban. Szóval több lett a négyzetméter, és kéne egy szerző. Kérsz egy abban egyet? Bakker, Marci! Uá. Ezt a szint ne! Itt ne! Jó, ha lehet, kösz! Na, én mára befejeztem. Nálam ez mindennapos.